A lakásvásár támogatója a Hungest Hotel szállodalánc. A lakásvásár szakmai partnere az Ökoházak cégcsoport. A műsor támogatója a Balla Ingatlan. Helyben, reálisan. ballaingatlan.hu. Ez a lakásvásár hatós csatornán köszöntöm Önöket. Köszöntöm kedves nézőinket. Országjáró sorozatunk ezúttal Kelet-Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő városába, Kisvárdáról jelentkezik. Az ingatlanpiaci információk mellett a város történetét, épített örökségét és kulturális életét is bemutatjuk. Az elmúlt években Kisvárda jelentős fejlődésen ment keresztül. Mi ennek az oka? Kisvárda egy jó fekvésű város, tehát földrajzilag egy olyan helyen helyezkedik el, ami mindig is egy csomópont volt, kereskedelmi, gazdasági, kulturális, közlekedési csomópont, adta magát. De nyilvánvalóan ehhez kellett az, hogy legyen egy olyan országgyűlési képviselő, legyen egy olyan közösen dolgozó polgármester, városi vezetés, akik ezen az úton elindulnak. Milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt években? Több cél a fejlesztésünk. Elsődlegesen elindult egy munkahelyteremtés, gondolok itt a kurshetrep létrehozására, ahol több mint 200 ember fog dolgozni a Mirelit tésztagyár, csigagyárnak nevezett üzemre, ahol szintén 250 fő dolgozik. A Mastergood, a baromfi feldolgozó létszáma az 500 fővel emelkedett meg. A Háda Kft. Az betelepült Kisvárdára, itt telepedett le, szintén egy 200 embert foglalkoztat. Tehát nagyon fontos az, hogy minél több munkahelyet teremtsünk. Ennek elsődlegesen szempontja az, hogy a fiatalság ne menjen el Kisvárdáról. Emellett pedig el kellett indulni más vonalakon is, úgymond kulturális, oktatási és akár sportolási, szabadidős tevékenység irányába, tehát mondjuk a turizmus irányába. Itt, ahol vagyunk, itt a vár és környéke, itt ilyen 600-800 méteren belül megtalálható minden, gyógyvíz, uszoda, sportolásra alkalmas, tehát vízi sportra alkalmas, úszásra alkalmas, óriási csúszdával. Hála Istennek most már van szállodánk, egy sportszálunk, ahol a sportrehabilitáció is könnyen beléphet a városnak a kínálatába. Tőlünk nem messze itt a vár, ahol a kulturális színház életnek adhatunk otthont. És tőle megint nem messze pár száz méterre van a sportcentrum létesítmények. Itt a labdarúgástól kezdve minden sportág úgymond kiterjeszthető. És egy másik nagyon nagy látványossága ennek a körzetnek még a is szűk körben belül, hogy felépül egy ökofilm park, vagy egy aqua cinema parknak is nevezhetjük, ahol a nagy filmeknek a díszleteiből épül fel egy teljes város, kisvárosrész, ami tulajdonképpen 8 napon keresztül ad lehetőséget arra, hogy a családok eltöltsék a szabadidejüket. Milyen lakásprogramja van az önkormányzatnak? Most a belvárosnak a házai, a régi nagypolgári házak teljes felújítás alatt vannak. 76 vagy 74 lakásról van szó, amit ki lehet alakítani, és nagyon szeretnénk azt, hogy megadni minden támogatást a fiatalságnak. Gondolok arra, hogy nyilván ez rendelet kell, majd a testületi döntés kell hozzá, hogy 2 évig csak rezsiköltséget fizetnek. Azt követően nyilvánvalóan valamilyen kedvezmény is. Akkor már elgondolkodható az, hogy most elmenjen Budapestre, mert nincs akkora különbség már. Kap egy olyan kedvezményt, ami miatt úgy gondolom itt fog letelepedni. Hogy látott bérlakás, szociális bérlakás, piaci bérlakás és a tulajdon hármasát lakásügyben? Tudni kell az, hogy Kisvárdán relatíva a lakásárak magasak. Tehát ezek megyeszékhely árakkal vetekszenek, és nyilvánvalóan van egy olyan réteg, akinek mindenképpen kell, hogy biztosítsam a szociális bérlakásokat. Van egy másik kategória, ami már egy kicsit komfortosabb, ez az önköltséges bérlakások, amely azt jelenti, hogy mint egy albérlet, de az albérleti díjaktól olcsóban adjuk. És utána vannak a tulajdonban lévő lakások, amit szeretnénk oly módon is bővíteni, hogy lehetőséget adva a vállalkozóknak, hogy társasházban vagy különálló elemekben építsék fel a csókos házakat, és erre a fiatalság pályázzon. 2 évi megfinanszírozható gyakorlatilag a lakhatást a fiataloknak. Ez nem terheli nagyon a büdzsét, vagy megéri mindenképpen? Én azt mondom, megéri. Megéri, mindenképp megéri, mert nyilvánvalóan kell a városnak egy olyan nemzedék, aki épít a jövőt, folytatja. Robbanásszerű fejlődésnek a tanúi lehetünk. Talán történelemben nem volt ilyen fejlődés, és ez egy olyan lehetőséget teremtett,
hogy át kell adni a tudást a fiatalságnak, és nyilván tovább kell, hogy vigyék, tovább építsék. A különböző új fejlesztések mellett az érték megóvás és megőrzés is rendkívül fontos feladat az önkormányzatnak. Így van, a polgári millió kialakítása, ez hozzátartnak az épületek is. Az épületek állagának megóvása, és visszaállítani az épületeknek azon funkcióit, ami helyi érték számunkra. Ez jellemzően a belváros sétáló utcája, a nagypolgári zsidó házaknak a teljes rekonstrukciója. Sőt, olyan terveink is vannak, hogy a boltokba is kis emléksarkokat helyezzünk el, hogy kinek volt a boltja, a bolt régen mi volt, milyen szerepet töltött be. Ez egy nyomda volt, a másik egy könyvváros volt. Tehát azok tevékenységek, azok az iparos munkák, vagy kézműves munkák jelenjenek meg a városban, akár emlékként is, viszont az épületekben pedig teljes külsejében. Én nagyon szeretném, ha már ez kérdés felvetődött, hogy minden üzletnek a portája olyan legyen, mint akkor volt, a 20-as években. Mi jellemzi Kisvárda ingatlan piacát? Jelen pillanatban dinamikus fejlődés figyelhető meg, részben az országos tendenciának is köszönhetően, hiszen emelkednek folyamatosan az árak nálunk is. Részben a kisvárdai fejlődésnek és fejlesztésnek köszönhetően van egy speciális oldala, ami szintén az árakat emeli, úgymond, és a bérlet igényt növeli, tehát nagy igény van az albérletekre, és a lakáskiadás nagyobb mértéket ölt most, mint korábban. Tehát ebből adódóan folyamatosan nőnek az árak. Az én álláspontom az, és a kialakult gyakorlatot is látva, hogy az adásvételek száma drasztikusan megnőtt, de nem csak, hogy az adásvételek száma nőtt drasztikusan, hanem a vételár is folyamatosan nőtt. Ezt meg lehet kockáztatni, és talán nem mondunk vele nagy számot, hogy az elmúlt 4-5 évben durván akár egy 25-30%-os emelkedés is megfigyelhető, különösen a kisebb négyzetméterű, kisebb ingatlanok vonatkozásában, amik jól kiadhatóak, nagy igény van az albérletre, és úgy gondolják az emberek, hogy ez egy befektetésnek is megfelelő, hiszen a bérleti díj talán a banki kamatoknál jelen pillanatban többet hoz, valamint határ közelsége is meghatározza ezt. Korábban most az elmúlt 2 évben nem, de előtte megfigyelhető volt intenzíven, hogy az ukrán és orosz oldalról kint nem szívesen tartották esetleg a pénzüket a bankrendszerre és egyebekre figyelemmel, ezért kinti úgymond nevezzük befektetőnek, vagy inkább vásárlóközönségnek, akik vásároltak itt lakásokat azzal a céllal, hogy bérbe kiadják. Ugye ez is egy forgalmat generált, hiszen az értékesített lakásból további ingatlant vásárolt az eladó, tehát generált egy olyan folyamatot, ami az áremelkedés hozta magával. Én azt gondolom, hogy országos szinten egyáltalán nem elmaradott az ingatlanok ára, sőt mondhatjuk azt, hogy a elmúlt 5 évben felzárkózott az ingatlanok ára a országos mértékhez, és drasztikus emelkedés figyelhető meg. Én azt gondolom, hogy ameddig a bérbeadás ilyen bérleti díjak mellett és ilyen intenzitás mellett történik, és a Kisvárda így fejlődik, mint ahogy az elmúlt években is fejlődött, akkor még további intenzív áremelkedés várható. Csak példa jelleggel korábban mondjuk egy lakótelepi, akár távfűtéses ingatlan, ami nem volt annyira keresett, mint egy egyedi fűtéses, egyéb paraméterekkel rendelkező ingatlan. Annak is az ára egy olyan 6 millió forintról adott négyzetméter mellett 9-9,5 millió forint közé emelkedett, valamint csökkent a munkája az ingatlan közvetítőknek, mert korábban azon keresztül próbáltak meg az emberek értékesíteni, most is működik ez természetesen, de a kereslet oda nőtt, hogy az emberek saját maguk egyedi hirdetésben is rövid határidő mellett tudják értékesíteni az ingatlanaikat, tehát egy elég intenzív forgás figyelhető meg. Még ügyvédként annyi érdekesség esetleg, hogy az adásvételek száma nem százalékosan, ahogy mondtam, a 30%-os négyzetméter áremelkedéssel, hanem attól intenzívebben nőtt, tehát az ingatlan mozgás azt gondolom, hogy jelentős. Persze ebben szerepet játszik a kormányzatnak az elképzelése, a CSOK és minden egyéb, valamint az elmondott tényezők, tehát én azt gondolom, hogy élénk piaci mozgás figyelhető meg az ingatlanok terén. Milyen négyzetméter árak jellemzőek? Tól-ig, illetve egy átlag négyzetméter ár? Hát akkor bontsuk inkább ketté, tehát a régebbi ingatlanoknál vegyük külön azt, hogy egyedi fűtéssel és milyen felszereltséggel rendelkezik az ingatlan, valamint a lakótelepen felelhető olcsóbb ingatlanok. Ez egy olyan 160 ezer forinttól egészen 220 ezer forintig az újabb, de nem új építésű ingatlanok vonatkozásában. Jelen pillanatban 2 társasház építés is kezdődik, vagy az engedélyes tervekkel már rendelkeznek. Ott 300-310 ezer forinttól vannak a négyzetméter árak, és az értékesítés már a tervrajzok elkészültekor nagyjából 80%-ban értékesítettek az ingatlanok.
ingatlanok, az 300 és 300 feletti négyzetméter árak vannak. Bérleti díjak? Bérleti díjaknál a kisebb ingatlanok a keresettebbek túlnyomó rész, tehát az 50 négyzetméter, 55 négyzetméterig, és az a 60-80 ezer forint közötti bérleti díj nem ritka, és nehezebb most jelen pillanatban bérelni, mint bérbe adni, tehát nincs túl kínálat, hanem kevesebb ingatlan van, mint amennyit bérbe vennének. Fejjel rovatban Kisvárda középkori építészeti emlékeit és napjaink arculatát meghatározó épületeit mutatjuk meg. A város arculatát meghatározó elemek azok a középkorig vezethetők vissza, mint minden. A vár volt a középkorban az egyik centrum, hiszen onnan indult ki az uradalom irányítása, mert nem csak Kisvárdába kell gondolkodni, hanem a környező településekébe. A másik centrum a római katolikus templom, amit már a város belsejében van. A templom közelében volt a korabeli piactér, Kápon vagy Szent László utca, tehát ide volt érdemes települni. Tehát ezek meghatározták a későbbi évszázadokat is, illetve a természeti viszonyok, hiszen azokon a helyeken tudott megtelepedni már a népvándorlás korai ember is, sőt az őskori ember is, mert Kisvárdának a nyomai megtalálható, ahol valamilyen kiemelkedés volt a korabeli rétközmocsár világából. Ezek a főutcák ma is megvannak, és a középkorban is megvannak, tudjuk. Másrészt ezeknek az utcáknak a fejlődését az is elősegítette, hogy a vasútállomás, a kisállomásnak nevezett megálló, az ezekhez az utcákhoz vezetett. És természetesen a kereskedők, az üzletek, a boltosok igyekeztek az árut a bejövők elé vinni, tehát tovább erősödött az a központi szerep ennek a két-három utcának, ami már a középkorban is megvolt. És itt koncentrálódott aztán a közigazgatástól kezdve az üzleti életig, az oktatási intézményekig minden. A 17.-18. században tudjuk, hogy más centrumok is létrejönnek, hiszen a földbirtokosok, a várdiak leszámítottjai meg azoknak az örököseik kúriákat építenek itt a településen. A 19. század az, ami egy újabb változást hoz, annak is köszönhetően, hogy 1830-as években tűzvész pusztított itt a városnak a belterületén, és akkor lehetőség volt modernebb, hát a modernebb úgy ért, hogy az adott kornak megfelelő kőépületeknek az építésére. És a század végén pedig elkezdődik az, hogy emeletes házakat építenek a Fő utcára, a Szent László utcára, illetve a Csillag utcára. Ezeknek az volt a tulajdonsága, polgári, nagypolgári lakások voltak, alul üzlet, felső részét általában kiadták béletbe, ha nem lakott ott a tulajdonos. Ezeknek az épületeknek egy része a Szent László utca bal oldalán most is megtalálható. Próbálta a város vezetése a főépítés segítségével visszaállítani még színbe is az eredetit. Jobb oldali rész, azt sajnos lebontották a szocialista korszakba, tehát ott nem igazán sok épület maradt meg ebből a 19.-20. századi fordulójából. De ezek képezik azt a kisvárdai képet, ami él az ide látogatókba és az innen távozókba. Aztán persze következett új időszak, amikor a szocialista korszakban a különböző támogatási rendeleteknek köszönhetően családi házak épülnek, mert 10-10-es kocka alakú házak, pala tetővel, amit aztán majd évtizedek múlva cserélnek vagy fednek le. 80-as, 90-es éve pedig már addigra egy rendszerváltás előtti világban, amikor már a szocialista korszak meg az a társadalmi egyenlőség már látszott, hogy nem fenntartható, akkor voltak olyanok, akik lehetőségük adódott arra, hogy már nagyobb házakat építsenek, amerikai típusú házakat, mediterrán típusú házakat a városnak több részén, kialakul majd egy kertvárosi jelleg, és természetesen terjeszkedik a város. A mostani időben pedig az jellemző, tehát a rendszerváltás utáni évekre, hogy továbbra is települnek be vidékről ide, illetve Kárpátváról is egyre többen, azok vagy házokat vesznek és felújítják, vagy telket tesznek és oda építkeznek. A vár Kisvárda jelképe. Egykor az itt élők védelmét szolgálta, romja ma a város kulturális életének központja. A várdai család 1415-ben engedélyt kapott Zsigmond királytól, hogy kőből vagy fából várat építsen, noha valamilyen erődítmény már korábban is létezett. Az új vár 1465 és 75 között épült.
A történelem viharos időszakai hatással voltak állapotára, majd a békésebb évszázadokban állaga tovább romlott, miután a lakosság értékes téglaanyagának egy részét elhordta. 1828-ban a vármegyei hatóságok ezt megtiltották, ez a határozat a magyar műemlékvédelem egyik első dokumentuma. A templom mai képe késő barokk stílusú, szentélye gótikus. A hagyomány szerint a templom ősét Szent László király emeltette 1082-ben. 1558-59 fordulóján a várat ostromló erdélyek és a várbeliek közti összecsapásban a hajó megsemmisült. A templomnak csak a szentélye maradt meg, ami a katolikusoké lett. A hajó helyén épített faépület pedig a reformátusoké. A kettőt egy deszkafal választotta el. 1670 körül egy fosztogató sereg a várost és a templomot is felgyújtotta, a szentély túlélte a tűzvészt, amit reformátusok vettek birtokba. A templom helyreállítása 1788-ban kezdődött Eszterházy püspök kezdeményezésére. A városi könyvtárnak helyet adó épület történetének kezdete homályba vész. Első írásos nyoma 1869-ből származik, ekkor Sümeghy István cukrászháza. Egy darabig kaszinó is működött benne, majd 1886-tól iparbankként ismert. 1893-ban eklektikus stílusban alakították át. Az 1980-as évekre állapota leromlott, határozat született lebontásáról. A Kisvárdai Városszépítő Egyesület közben nyerésével a város letett pusztítási szándékáról, és 1990-re megújult az épület. A 19. század végén a kisvárdai zsidóság számának és anyagi erejének gyarapodása együtt eredményezte, hogy új zsinagógát emeltek. Az biztos, hogy 1901 tavaszán a zsinagóga már épült, 1902 februárjában viszont már bizonyosan átadták. A romantikus stílusú épületen érezhető a miskolci és szatmári zsinagógák hatása. Falai között 1983 óta a Rétközi Múzeum működik. A város talán legszebb épületét és parkját magáénak mondható intézmény a Bessenyei György Gimnázium. Az épületet Velder Gyula építész tervezte. Az építési munkálatok 1914-ben kezdődtek, és egészen 1929-ig tartottak. A gimnázium folyamatosan bővült a kor elvárásainak megfelelően. Az iskola falai között tanult többek között Farkas Bertalan űrhajós, Kálid Artúr és Nagy Sándor színészek, valamint Bódi László cipő és Márta Alex, Bály Alex zenészek. Kisvárdal az utóbbi időben számtalan fejlesztés valósult meg. Így van, ez tisztől folyamatosan látható ez a fejlődés a városban, főleg az utóbbi 4 évben. Rengeteg beruházás jött ide Sesztán miniszter úrnak, illetve a kormányzatnak köszönhetően. Ez a mai napig is tart. Nagyon sok beruházás van, ami elkezdődött, és lassan már átadásra kerül, illetve olyan helyzetbe kerül, hogy már látszik, hogy mi alakul ezeken a beruházási helyszíneken. Számtalan ingatlan is megújult a város. Gyakorlatilag minden megújult a városban, minden középület olyan hőszigetelési felújításokon ment át, ami a homlokzatot, illetve a nyilászárókat is érintette. Ez gyakorlatilag a főutca teljes részén látható, illetve azon kívül is olyan közintézmények, iskolák, amik, mint például művelődési ház, ami itt nem messze a főtértől látható. Ugye épültek új lakások az utóbbi időben, ön is épített többek között 10-12 évvel ezelőtt. Így van, ez egy kisebb társas ház volt, akkor volt rá lehetőség, volt terület, illetve hát a helyzet is úgy hozta, hogy szükségessé vált. Ez manapság már kevésbé lehetséges, kevés az olyan szabadon álló terület, telek vagy lebontható ingatlan, ahová ezeket az ingatlanokat lehetne építeni, bár úgy gondolom, hogy szükség lenne, illetve kereslet lenne ezekre az ingatlanokra.
részben szezonális turizmus van, és van állandó turizmus is, viszont a férőhelyek, a vendéglátóhelyek viszonylag szűken vannak. Így van, viszont van lehetőség adva a vállalkozásoknak, vagy vállalkozó szellemű lakosoknak abba az irányba, hogy panziókat nyissanak, erre pályázat is segíti őket, amit ki is használnak, és már folyamatban is van ilyen jellegű beruházás. Egy fúrás eredményeképpen akkor jött elő az, hogy itt van termálvíz, ami hasonló jó hatású, mint a debreceni vagy a hajdúszoboszlóink. Írásos nyomokat találtunk arra vonatkozóan, hogy az 1500-as években a Tisza az valami folytánbe jött Kisvárdára. Ez egy épített csatorna volt, egy folyómeder. Ezen a úgymond elvezetett vagy mellékági Tiszán hozták be a különböző élelmeket a várba. Ezt sikerült rekonstruálni az elmúlt időkben, és van egy olyan elképzelés, egy terv, hogy ezeket a nyomvonalakat feltárva és újra a Tiszán lehetőség lesz közlekedni Veresmartig. A munkaerővel bírja a környék? Igazából még most bírja. Azok a fejlesztések, amik most Kisvárdára fognak jönni, munkahelyteremtést is fognak nyilván eredményezni. Itt már elképzelhető, hogy csak a kisvárdi munkaerő kevés lesz ahhoz, hogy ezeket a igényeket kielégítse. Inkább akkor már lehetne számítani a Kisvárda és Kisvárda környékén lévő települések munkaerejére. Viszont ehhez új lakások is kellenek majd. Így van, de ezek a környező települések egy 5-10 kilométeres körön belül vannak, tehát itt a lakhatás ez nem feltétlenül probléma. Ha viszont jobban kitekintünk határon túlra, akkor igen, hogyha számítunk arra, hogy Kárpátaljáról is jönnek munkavállalók, akkor igen, az ő lakhatásukat valamilyen formán meg kell lesz oldani. Pezsgő kulturális élet jellemzi Kisvárdát. A részletekről Sipos Enikővel, az önkormányzat kabinetvezetőjével beszélgetek. Úgy gondolom, aki ide látogat hozzánk, bármilyen téren, legyen az komoly zene, színház, színházi fesztivál, minden téren megtalálja azt, ami a szívéhez közel áll. Városunkban jelenleg a legnagyobb attrakció és a legnagyobb megtiszteltetés, hogy a Munkácsi kiállításnak mi adhatunk helyet. Pák Imre magángyűjtő gyűjteményéből származó képeket csodálhatják meg a művészet szerető emberek. Ahhoz, hogy egy városban ilyen pezsgő kultúra és élet legyen, a városvezetésnek mindenképpen az érdeme, és a városvezetésnek ehhez úgy kell viszonyulni. Polgármester úr, aki nagyon nagy színházrajongó, irodalomrajongó, tehát ő a művészetek iránt teljes mértékben el van kötelezve, több ezer könyvet számláló könyvtárral rendelkezik, és ő az, aki tényleg a szívén viseli ezt, és mindenben segít és támogatja az itt megvalósuló rendezvényeket. A Lesz Fest, ami a legeslegnagyobb nyári programsorozat és rendezvény lesz, úgy érzem, ami szintén Kisvárda hírnevét öregbíti. Az egy könyvzenei fesztivál, ahol több ezer fiatal szórakozhat, több száz fellépővel, tehát ez egy óriási nagy fesztivál, ami már országszerte nagy hírnévnek örvend. Kisvárdában Anna Bált is szerveznek, a Kisvárdai Nőegylet, tehát minden hónapra, minden hétre tényleg megvan az adott kulturális rendezvény, amivel színesítjük a városunk életét. Van egy hatalmas cselló csapatunk, ami pici gyerekektől teljesen az egyetemista, akadémista növendékekig közel 30 főt számlál. A csellistáinkat a Kisvárdai Értéktárbizottság már hivatalos értékké titulálta, tehát ők már mint Kisvárdai értékként játszanak és vannak jelen minden év januárjában. A 30. Magyar Színházak fesztiváljára készül Kisvárda. Mi a története a programnak? Hát dióhéjban talán azt tudnám elmondani, hogy a város akkori vezetői úgy döntöttek, hogy a gyönyörű történelmi hely környezetben lévő várunkhoz szeretnének egy olyan színjátszó vagy színházi fesztivált kialakítani, ami magyar nyelvű, de mégis határon túli. Kisvárda a hármas határölelésében fekszik, és Ukrajna, Románia és Szlovákia színházait próbálták becserkészni, illetve elhívni a Kisvárdai Fesztiválra, és tulajdonképpen így alakult ki ez a kezdeményezés, és így kezdődött el 30 évvel ezelőtt a színházi találkozó. Ebben az évben 24 színtársulat, 28 produkció mutatkozik be a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján.
az az érdekesség ennek a fesztiválnak, hogy mindig az évad előadásaiból válogat, tehát határon túlva mindig az évad előadásain a legjobb előadásaikat szeretnénk kiválogatni, és azt gondolom, hogy aki ellátogat Kisvárdára, az egy keresztmetszetet kaphat a határon túli magyar színjátszás évadjából. Arra törekszünk, hogy szórakoztató és versenyprodukciók is legyenek. A mi helyszínénkre adaptáljuk az előadásokat, hogy bemutathatóak legyenek, és vállalhatóak legyenek a szakmának és a közönség számára is. Az előadások általában teltházzal mennek, ami azt jelenti, hogy naponta 800-1200 néző látogatja az előadásainkat, mert minden nap 3 előadást tudunk bemutatni. Elsősorban Kisvárda és Kisvárda vonzás körzetéből érkeznek a vendégeink, de a határon túlról, a Hármasadár öléséből, illetve Dunántúlról is érkeznek vendégek, és Budapestről is nagyon sokan. Milyennek szeretnéd látni 2030-ban a várost? Kisvárda mindig egy polgári város volt. Jó értelemben polgári város, millióban, kultúrában, segélyezésben, támogatásokban. Én azt szeretném, hogy ez 2030-ban is egy olyan város legyen, ahol a polgárok szeretnek itt élni, és egy okos város legyen, egy smart city, ez a másik nagy vágyam. Ezúttal Kisvárdáról jelentkeztünk, köszönjük a figyelmüket, lakásásra legközelebb egy hét múlva a 6-os csatornán. A viszontlátásra! Viszontlátásra! Lakásvásár támogatója a Hungest Hotel Szállodalánc. A lakásvásár szakmai partnere az Ökoházak cégcsoport. A műsor támogatója a Balla Ingatlan. Helyben, reálisan. ballaingatlan.hu